A politikai vezetés egyszerre próbált megfelelni a moszkvai elvárásnak, azaz a kollektivizálásnak és a folyamatos áruellátás igényének. Ezért miközben határozottan végrehajtották a TSZ-esítést, magántulajdonban hagyták a háztájföldeket, ahol a parasztság önmaga számára és a piacra is tudott termelni. Rajmon Jánost, a Földművelésügyi Minisztérium kertészeti főosztályának fő előadóját kerestük fel. Öntől arra szeretnénk választ kapni, hogy miért kevés a piacokon a málna, a ribiszke, az egres, vagy ahogy hivatalosan nevezik, a közméte. Holott ezeknek a gyümölcsöknek a felvásárlási ára köztudomásúan magas és tartós. Ennek az a magyarázata, hogy ezeket a gyümölcsöket eddig a házi kertekben és házi gyümölcsösökben termelték. Az Agrártudományi Főiskola kutatóját, Harmat Lászlót azért kerestük fel, hogy megtudjunk tőle néhány titkot a közméte termesztésről. Titkaink nincsenek, ellenben jó oltványokon, jó agrotechnikával, különösen jó növényvédelemmel, trágyázással, igen szép eredmények érhetők el közmétéből az ország legtöbb vidékén. A közméte szemben a többi bogyós gyümölcsivel, amelyeknél a szüret igen gondos előkészítést és gyors munkát kíván, a közméte szüret, mert a szedés időpontjára nem különösen kényes, könnyebben beilleszthető a mezőgazdasági üzemmunkarendjébe. Csapó László 800 négyszögölön termel közmétét. Csapó bácsi mióta foglalkozik egres termesztésével? Több mint 30 éve foglalkozom vele. És erről a szép területről mennyi gyümölcsöt tud betakarítani? Az idén például 62 mázsom volt. És mit jelent ez forintban? 5 forint volt kilója. Tehát, ha jól utána számolunk, több mint 30 ezer. Úgy van, több mint 30 ezer. A nagyipari mezőgazdasághoz nagyipari élelmiszergyártás párosult. Az ormótlan üvegekbe zárt gyümölcslevek, a sokszor haditechnikával csomagolt és felnyithatatlan konzervek, a minimalista grafikával tervezett címkék a fakó, ízetlen befőtteken, mind-mind a befejezetlen szocializmus szülöttei voltak. Paradicsom.